Aranyszalagtárunkban válogattunk az 1976 végén Kós Károly íróval készült hangfelvételt, amelyet Csifó János készített az akkori Megy a Magnó Vándorútra című műsorunkba. Hallgassuk meg! Nagyon kedves kötelességet teljesíthetek, ugyanis interjúláncunk legutóbbi alanya a Gyergyószentmiklósi Márton László mérnök. Jó kívánságait továbbíthatom Kós Károly bátyánknak a kolozsvárnapokai Rákóczi utcabeli otthonában. Hát tessék megengedni, drága jó Károly bátyánk, hogy a magam szerint jó kívánságait is mellékelhessem közelgő 94. születésnapjához. Hát erőt, egészséget kívánok! Köszönöm szépen, fiam! Jól esik, mert más úgy sincs az embernek, mint az a kicsi egészség, ami még van. Köszönöm szépen. Hát itt a puritán egyszerűséggel berendezett fogadószobában, a kényelmes karszékben már helyet is foglalt a csempekájha mellett. Hát persze, hogy először is a kedves egészsége felől érdeklődöm. Hát én ezt igazán köszönöm, mert megvolna az egészség, csak a vénség meg, az is megvan. Na hát és az egészség és a vénség együttesen, hát a kibékíthető. Az... Nem panaszkodhatom, nekem szervi bajom nincs. Csak ugye a szív már gyengül, és az ér nefesedik. Már 94 éves lesz nem sokára. Igen, december 16-án. Igen. De látom, az egyharmad cigaretta mindegyre előkerül a zsebéből. Az muszáj, hát muszáj, az muszáj. És nem is hagyom abba. A doktor mindig mondta, hogy hagyjam abba. Hát miért hagyjam abba? Ha eddig szolgált, még amíg élek, megszolgál. Aztán már az élettel úgyis már úgy van az ember, hogy... Most már úgy sem tudok csinálni semmit, és ez a legnagyobb baj. No, hát hogy aztán... igazából dolgozni már nem tudok. Viszont nagyon sok értékes dolgot elmondhat a mai fiataloknak is. Mindig megcsodáltam, és nagy szeretettel vizsgálgattam azokat az épületeket, amelyeket Kós Károly bátyánk tervezett. Számomra megfogalmazhatatlan volt az, hogy vajon milyen tőről fakad az úgynevezett Kós Károly stílus. Népiességet, népi formát, gyökeret véltem felfedezni benne, de hát tessék inkább erről beszélni, Károly bátyánk. Van-e magyarázata annak a Kós Károly féle népi építészeti stílusnak, formanyelvnek? Hát nem csak a népi építészetre, a hagyományokra is, a régi építészetre, ami nem csak a nép építette fel azt, hanem azok a hagyományok valahogy a népbe maradtak meg, fiatal koromban, még mielőtt építész lettem volna, hát itt Erdélybe járkáltam jobbra-balra, és hát itt tudni sokféle építészet van. Na, hogy ez a három nép itt élt egymás mellett, az a három nép az megcsinálta mindegyik a maga módján, és a maga természetes, a maga életkörülményes, a maga élete szerint kialakította maga szemléletét. A maga művészi, mondjuk művészi szemléletét. Szóval építészetbe, iparművészetben, meg mindenbe, szóval a maga szemléletét. Ellenben rokonság is van, volt. És ez valahogy, anélkül, hogy tudtam volna, ez valahogy úgy bennem úgy megmaradt. A szüleimmel éltünk mi Kolozsvárt is, szóval egy magyar helyet, amely Kalotaszegnek a szélén fekszik a végén, nem is a szélén, mert Györgyfalva is ide tartozott valamikor Kalotaszeghez. És 100 helyen is éltünk Szebenbe, de viszont körül van véve román községekkel is, a hegyi községekkel is. És én szerettem csavarogni a hegyekbe is, az erdőkbe is, és így megismerkedtem a román népnek, a hegyi román népnek az építészetével, így általában velük a néppel. És ezt vittem én magammal öntudatlanul Pestre. Beiratkoztam mérnöknek, ahogy apám akarta, de aztán nekem az egy kicsit olyan száraz mesterség volt a mérnökség, vízi mérnöknek vagy vasúti mérnöknek lenni. És mikor 2 évet letettem, becsületesen megmondtam, most már alászolgálja melyek át az építészekhez. Akkor jegyezte el magát az építészettel. És akkor eljegyeztem magam az építészettel. Én igazság szerint úgy is érzem mindig, mint mondjuk író, ahogy mondják, hogy író is vagyok.
ott is szaképítész vagyok. Ott is felépítem magamnak úgy azt, amit mondani akarok, mint ahogy az építészetben is fel kell építeni azt, összeszedni anyagot, alapot rakni, ráépíteni, hogy az egészbe aztán valahogy kijöjjön valami egész, valami, ami mond valamit. És miután innét vittem magammal azokat a benyomásokat, tehát egész önkéntelenül lett belőle az a bizonyos, amit úgy hittak magyar stílus, és nekem az volt a véleményem, és szerencsésem, olyan professzoraink is voltak a műegyetemen, akik engedték, hogy az ember magát is kifejezze. Szerintem azért mégiscsak a népművészetre azért volt szüksége, én nem akarom most megmagyarázni Károly bátyámnak, de tudom, hogy tudatosan kereste a népművészetben a gyökeret ahhoz, hogy felépítse az építészeti formanyelvét, a népművészetre építse vel, viszont az irodalom művészetét is. A Kalotaszeg épp úgy jelentkezik az építőművészeti formanyelv kibontakozásával, mint például az irodalmi formanyelv kibontakozásával. Na igen, mert ugye ez volt itt nekem kéz alatt. Ehhez jutottam el gyalog is, akárhogy is, fiatal koromban is, később is, és azért telepettem ott meg, mert valahogy ott én otthon éreztem magamat. Mindig valahányszor egy ilyen magas tetőjű és kimondottan Kós Károly stílusban épült épület előtt állok meg, szeretettel gondolok a tervezőjére. Így vagyok, amikor Sepsiszentgyörgyön a megyei múzeum előtt állok meg, vagy pedig lenne a megyei kórház előtt, mert hiszen ezeknek az építésével, illetőleg tervezésével a hatóság Kós Károlyt bízta meg. Igen, nekem ebbe aránylag szerencsém is volt. Nem törekedtem arra, hogy szabad művész legyek, és pedig az lettem azután. Például Kolozsvárra akkor megürült itt éppen egy mérnöki állás a városnál, és jelentkeztem. Mikor végeztem, akkor ott el is fogadták volna, Póci volt akkor a főmérnök, és kellett mellé egy építész is. De én azt mondtam, hogy én azért szeretnék mellette magamnak is dolgozni, szóval nem csak azt a hivatalnoki, nem tudom mit végezni. Azt nem szabad, hát azt nem szabad, az összeférhetetlen, nem lehet. Hát azt mondtam, akkor alászolgál, akkor azt nem vállalom. És akkor felmentem egy professzoromhoz, Sulek, az öreg Sulek Frigyeshez. A halászbástyát tervezte? Hogy? A halászbástyát tervezte? Halászbástyát tervezte. Én neki voltam, tudnék, negyedéves korunkban mi választottunk magunknak professzort, tervező professzort. A tervezéshez, a tervező munkához. És akkor lehetett választani az ókori, aki az ókort tanította, aki a reneszánszot tanította, és aki a középkort tanította. A középkort Sulek tanította. A reneszánszot azt Hausmann tanította, aki a Királyvár palotát hátul ő építette át annak idején, és a New York szállodát Pesten. Ezek voltak neki a főépületei. És Nagy Virgil volt az ókori. Sulektől féltek az emberek, mert nagyon szigorú ember volt. De én ötet választottam. Csak ketten választottuk ötet. Kitűnő tanulója voltam már, ő szerinte. És akkor elmentem hozzá, és azt mondta neki, nézze professzor úr, maga a kollégámat beprotezsálta a Műemlékek Bizottságához, Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége. És annak volt egy irodája is, és ott voltak építészek is. Mondom, azt maga beprotezsálta oda. Protezsáljon be engem is oda. Gondolkozik az öreg, azt mondja, hogy magát nem protezsálom. Mondom, nekem borosztó rosszul esett, és azt mondta neki, hát professzor úr, hát miért? Hát én nem, azt mondom, magák nem szabad hivatalba menni. Maga menjen szabad pályára, tessék, nem protezsálom. De két hét múlva már elküldte hozzám Pogány Móricot, hogy az irodájába vigyen. Szóval akkor inaskodtunk először valamelyik szabad építészet irodába. Így aztán én szabad építész maradtam.
mindenképpen összefüggésbe került a társadalmi munkával is az ön munkája. Elsősorban, mint építész, tehát a középületek tervezésével is foglalkozott, ezen kívül pedig hát a közügyekbe is szerepet kapott a hosszú idők folyamán. Önként vállalkozott például arra is, igaz, hogy a Kalottaszeg című lapot megindítsa annak idején. Hát erről nagyon sokat és sokszor beszélt már Kós Károly bátyám. Igen, az akkor volt időm, annyi példánszámot nyomtunk, ahányan előfizettek rá. Stánán írta meg, tördelte be a lapot. Bánfinyodon nyomták. Egy olyan gépen, amelyet lábbal hajtottak, mert ott se villany, se egyéb nem volt, lábbal hajtott gépen, azon nyomták. És ott jelent meg a Kalotaszeg. Azt is el szeretném mondani, hogy amíg a Móricz Zsigmond és Ady Endre neve nem szerepelt az erdélyi lapokban 5 éven keresztül. A Kalotaszegben szerepelt Móricz Zsiga is, és szerepelt Ady Endre is. Ady Endrét én mutattam Bémán, szóval Ady Endrét, én nagyon szerettem, akkor, amikor még el volt átkozva. Igen, hát tulajdonképpen azt akartam mondani, hogy az erdélyi lapokban csupán azért jelent meg a neve, hogy meggyalázhassák. Meg lehet nézni. Igen, ez már irodalomtörténeti tény, hogy Kós Károly bátyánk akkor Móricz Zsigmondot és Ady Endrét méltatta. Mert ugye Móricz Zsigával meg volt a megállapodásunk, őtet már ismertem azelőtt is, jól is, hogy azt vehetem át tőle, amit akarok. És ezért ő egy tisztelettéldányt kap. Szóval így adtam le az egyik novelláját, és aztán mellé írtam valamit. De Ady Endrét bemutattam. Csak egy negyed évig jelent meg. Tudjuk, akkor kaptam egy olyan munkát, hogy rögtön fel kellett menjek Pestre. Igen. És akkor alá szolgálja volt, muszáj volt. Az előfizetőimet átadtam az akkori, nem tudom, minek hitták azt, Kovács Dezső szerkesztettem. Erdélyi lapoknak. Erdélyi lapoknak, annak adtam át az előfizetőn, és azt mondtam, hogy ezek már előfizettek, hát ezeknek addig, amíg előfizettek, addig küldjék azt. És ezért megszűnt a Kalotaszeg című heti lap, amelyben megjelent Kós Károly bátyánk első novellája is. Igen, de azt már nem mertem kiadni a magam neve alatt. Pedig hát én szerint, megítélésem szerint nyugodtan alá is írhatta volna. Nem, hát nem. Meg szeretném azt is kérdezni, hogy tudja azt, hogy a szülővárosában, Temesváron, a Temesvári Állami Magyar Színház az idén műsorrendjére tűzte a 30 évvel ezelőtt először bemutatott Budai Nagy Antal című drámáját. Nem tetszett tudni? Nem. Nem tudok én semmit. Elolvasom a napi lapunkat. Az még a legjobb újság, bizony Isten az a kolozsvári igazság. Nem igen tudok már olvasni, csak innét tudom, nem hallottam. Ezt is onnan tudom, hogy Marosvásárhelyen vendégszerepeltek a akkor temesváriak, azok. És Sinka Károly, a színház igazgatója elárulta nekem, hogy az idén a Budai Nagy Antalt ismét műsorra tűzik, tehát a 30 évvel ezelőtt bemutatott Budai Nagy Antalt, a Temesvári Színház eljátsza. 37 bemutattuk vége. Hát pont 37, mert a jövő évad is ide tartozik, ugye 30 év éppen kereken megvan. Érdekesnek találom azt, hogy pont a szülővárosában mutatják be most. Hát, igen. És hát valószínűleg tartom, hogy meghívják a szerzőt is. Na hát, nincs hívhatnak, hát úgysem mehetek ki. Nem mehetek ki. Nekem nem nagyon szabad innét elmozdulni. Doktor mondta, hogy vigyázzak a szívemre, mert már volt egy súlyos infarktusom, amivel 3 hónapig én feküdtem, és alig tudtak kihozni. Még közben is ott a kórházban is még 2 gyengébbet kaptam. Biztos vagyok abban, hogy Kós Károly bátyán gondolatban a színi társulattal lesz, a temesváriakkal lesz, hogy sikerre vigyék. Hát szeretném, hogyha sikerülne, és minél jobban sikerüljön. De hát van egy mondás a hegy és a Mohameddel, tehát akkor inkább a temesváriak jöjjenek el Kolozsvárra, hogy itt mutassák be a szerző tiszteletére majd ezt a darabot. Hát én örvendenék neki, igazán örvendenék. Arra talál is meg tudnék menni. A napokban jelent meg a Varjú Nemzetség képregény formában a gyerekek számára, úgyhogy most már elmondhatom azt, hogy a Fruzsina dédunokája, vagyis Enikő unokájának a kislánya is el tudja olvasni a nagytata művét, ugyanis 3-4 éves lehet csak Fruzsina.
Nem. Két és fél éves. Két és fél éves, még csak, még nem tud olvasni. Megértheti a képregény alapján a déd nagytata művét ezeket. Hát nem nagyon érti még meg. Még hát. Nem, de úgy a képes könyveket ő szereti. Az biztos van, és van, neki van egy képes könyve, amit a bejárónénktól kapott. Annak a fia abból tanult. Rámutat erre a képre, és azt mondja, az mi? Asztal. Ez egy szék. Ez egy ember. Ez egy ló. Ez egy nem tudom mi. Hát ezt a könyvet úgy imádja. Imádja ma is, és széjjelzette az egészet, de és most ő mi mutatja, hogy ez mi. Ugyanígy mutogathatja a déd nagytat a könyvét is most. Hát aztán. Azt is tudom, hogy például nagyon sok iskolából meghívást kap Kós Károly bátyánk, hogy látogassa meg őket, és beszélgessen velük, hát, meséljen nekik. Voltam majd kettőbe, de nem tudok én beszélgetni. Nem tudok. Valahogy tudja az Isten. A vejem Kovács Zoltán, az úgy eljátszik egy gyermekkel, én nem tudok úgy eljátszani. Pedig így szeretnek, hát ez a kis dédunokám is engem nagyon szeret. Nagyon bizalmasan vagyunk. De nem tudok vele bánni, valahogy nem tudok vele játszani. Ezt nem tudtam soha. De hát a gyerek érzi a szeretetet, és ezért ragaszkodik a nagy tatához. Megérzi a szeretetet talán, valószínűleg ez kell legyen, mert nagyon jól vagyunk egymással. Kedves Károly bátyám, köszönöm szépen, hogy olyan szívesen elbeszélgetett. Nem úgy adjátok le, ahogy itt lemondtam. Nem, egy kicsit még azért rövidítünk rajta. Ami nem odavaló, kiesjük. Ami nem odavaló. Biztos.